Sziasztok! Hello! Le kell jönni vidékre, hogyha jó levegőt akarunk szívni. Tényleg itt nincsen vírus, meg semmi, itt nyugodtság van. Meleg van, többé-kevésbé. Jó, azért a csapat fele le van rohadva, itt is azért, hogy tűzfészek Tomi, meg a másik Tomi, azok leofolták magukat. Ők rendesen. Hát kezdődik a szezon, gyerekek, 24 órás verseny május elején, és hát nekiláttak itt a srácok, vagy nekiláttunk, hogy... Van még mit csinálni. Hát felmérjük a károkat. Mert az is van. Az is van, meg hát azért mindent így az utolsó előtti pillanatra hagyunk, ahogy szoktuk, hogy meglegyen a... De most még teljesen jó időben vagyunk. Abszolút, hogy meglegyen a szorító idő általi motiváció. Igen, tudod? Igen. Mert hogy a rohadjuk meg, hogy ezt nem csináljuk meg addigra. Úgyhogy Petiék itt, amíg mi Budapesten tevékenykedtünk, ők addig itt szétbontották a gépet, küldözgette a képeket, én meg mondtam neki, hogy állj! Jöjjünk le, azt nézzük meg, mert riasztó eredményeket kaptunk az olajlabortól is, ahova ugye a Petronas olajunkból, amit használtunk, ugye vittek mintát, mert kíváncsiak voltak rá, hogy milyen jó Isten történt vele, és hát itt van nekem ez a kis PDF, meg is nyitom, ott egy kicsit megijedtünk. Igen, kicsit magas az alumínium tartalma. És itt van, tessék, mindjárt mutatom is. Ugye lejöttek hozzád, elvittek egy, na így néz ki, egy Lubricant Analysis Report, Speedzone, BMW, Unleaded Gasoline, Application Off-Highway, hát az erősen off-highway volt. Erősen, igen. És akkor itt kijön, hogy a szilikon, illetve az alumínium tartalma magas volt, meg a fém tartalma. No most! Hát a viszkozitás a 100 fokon már nem volt az igazi, de hát tudjuk. Elköszönt, persze. Viszont tudjuk, hogy ez a motor... Használva volt, az alumínium a riasztó magas, meg az a szilikon, az nem tudom, hogy a szilikon tényleg, vagy szilícium akar lenni. Szilícium lesz az inkább, és az meg a homok miatt. Az meg a homok, igen. Kicsit megijedtünk, amikor a Petiék szétbontották a... Ja, ott kezdődött, hogy ilyen 8 és 10 bar közötti kompressziót mértünk a 3-as hengeren. Az összes többi jó volt ilyen 14 környéki, és ezért lett megbontva. Igen, mert hát ugye látszódott, hogy azért az eredmény már csak utána jött. Igen, de látszódott, hogy az a homok azért az bejutott, szóval... Igen. Tehát a szívósort majd előkotron megmutatom, de hát az úgy látványos. Érdemes megnézni, mert ugye direkt szűrőt használtunk bent a kabinba. Igen. Ez egy hiba volt, tehát nem volt hiba, mert végigment, de... Nem volt az igazi. De most egyszerűen be fogjuk rakni a kabinba a gyári légszűrőjét, légszűrőházat, betétszűrővel, és paf-paf-paf, így cseréljük a betétszűrőt, nem kell leszerelni, kifújni, egyszerűen beledobjuk a... Ki lesz cserélve, majd a következő bele, és akkor egyből lehet tovább, nem kell fújkálni, nem kell semmit. Így van, azzal időt is spórolunk. Na de bejutott a homok mindenhová, a szívó traktuson végig, ahová nem kellett volna, igaz? Igen, végig. Tehát a gyűrűk is ropognak, tehát... Kapott rendesen, igen. Szóval kicsit fostunk attól, hogy ezt a motort most fel fog kellene újítani. Gyertek be, mert itt már közben Jancsi Kajha dolgozik. Már befűtöttünk egy kicsit. Ja, hogy aki még ma született volna és nem tudja, ugye a 24 órás rallycross verseny, amin tavaly második lett ez a csodálatos szerkezet, és végig bírta, szóval nagy-nagy büszkeségünkre. Hát most azért egy erősebb revíziót kell eszközölnünk. Jól látszik, hogy az M50 B20 ez már nincs benne, a vanoszunk az nem volt jó, végig úgy mentünk, de az most már jó lesz. És hát kihúzták Petiék a futóműveket, kivették a motrot, ahogy vidéken mondják, és hát itt van előttünk szépen ugye a forgattyús ház, benne a főtengelyjel, amin ugye a csapágyon azért látszott, hogy használva volt, de nem vészes. Hát a hajtók a csapágyaknak a tetején kicsit látszott azért, hogy már azért elbír egy cserét, de a főtengely csapágyokat szerintem még hagyhatjuk is, mert... Most tehát, azért ezt tegyük hozzá, tehát hogy tehát megnéztük, ellenőriztük a hézagokat, tehát nem mozog még túl sokat a főtengely hossz irányba, tehát... Két nappal a verseny előtt került bele ez a motor, úgyhogy semmit nem tudtunk róla. Igen, tehát erre a motor azt kell tudni, hogy ezt 40 000 ért vettük két nappal a verseny előtt, mert a másiknak nem boldogultunk a vezérlőjével, mert valószínűleg kapott egy pofont hegesztésnél. De hát a teljesítmény meg a sorhat, ugye azt tegyük hozzá, és be is vált. És hibátlanul végig. Szóval az, ami nem legenda az, hogy az M50B20-as sok mindent kibír, mert ezt kibírta. És hát ugye itt most már Peti eltakarította, de itt azért mindent vastagon borított itt a vörös por. Jó látszik, tök jó innen szépen rálátszik, hogy a Meile HD lengőkarok, azok bírták. Igen. Szóval azért az a sárga szilet azért most is a helyén van. Igen, jó, mondjuk az ugye a Strongflex a szilent.
Teszem hozzá. De a motortartóbak az annyira nem szerette. A motortartóbak az zsírúj volt. Ez leszakadt annyira, hogy a kormánymű tartotta. Igen, itt látszik a... Így van, itt látszik, hogy ráült. A kormánymű tartotta a motort. És ki tudja mióta, de végigment. Igen, de be vagyunk poloskázva, tehát valaki... Be vagyunk poloskázva, fasz. Szóval a Meilahad, ezeket meg szerintem eltesszük tarcsiba. Így van, tehát ez még jó lesz. Rendelünk újat. Ami nekem egy picit csalódást okozott, bár aztán rájöttünk, hogy mi voltunk a hülyék, az a Powerflex. Igen. Ugye a lila, az túl kemény volt egyszerűen. Nem kemény volt, hanem ugye azzal az a gond, hogy nem. Azzal nem az a gond, hogy ugye a gyári az ugye forog magában, tehát anyagában forog, úgyhogy bele van préselve. Ez pedig ugye bele van préselve, és a persely körül forog konkrétan a szilent, és az, ahogy forog, ugye ebbe a porba meg minden bele tud menni, és hogy szép lassan dolgozta be magát a homok. Meg tudjuk mutatni? Meg tudjuk mutatni. Hogy mi maradt utána? Semmi. Szét van szedve, tehát konkrétan semmi eltűnt. Nincsen. De van videó, majd esetleg be tudjuk vágni, hogyha úgy van. Semmi nem maradt, tehát belement a por, és így szépen elkezdte magát rágni, és hát ott azért kapott így a 24 óra alatt, és konkrétan az egyik szilent teljesen megszűnt létezni. De a persely maradt belőle csak, vagy még az se? A persely az megmaradt a szibátlan, de a szilent az körülötte megszűnt teljesen. Úgyhogy valószínűleg oda sima gyári szilentet fogunk. Oda igen, hát a többi az megúszta, tehát a híd szilent azt ide raktam, az teljesen jó. Tessék, a híd szilent az jó lett? Az hát csak a mozgó szilent az kapott. Akkor ezt még tudjuk használni. Ezt persze, ezt be tudjuk építeni, ezzel nincsen semmi gond. Na de vissza a motorhoz, mert ugye az a szíve lelke a gépnek, aztán már sorba megyünk. Itt a hengerfej. Már ez is erősen eltakarítva, tehát ez így nézett ki. Erősen eltakarítva. Hajtórudak. Most aki még nem nagyon ismeri a motort, az jól látszik, hogy itt a gyújtógyertya, így gyújt szépen, ez egy négyszelepes hengerfej. Brezonstiftek. Hajtórudak, amit hajtókarnak hívunk sokszor. Itt vannak a csapágyaik. És hát a dugattyúkon azért látszik, hogy meggyötörte őket az élet. Kis zsebes dugattyúk. Vár rajtuk némi korom, de úgy gondolom, hogy meggyűrűzve még azért. Hát nézd meg, itt a csapágy belül se vettem ki, tehát igazából nem rossz még. Nem vészes. Nem vészes, melyik a hármas? Az. Ez kapott a legtöbbet. Igen, tehát ezt, hogyha mozgatod rajta a gyűrűket, azért lehet érezni, hogy itt azért ropog. Tehát itt azért van közötte egy kis homok. Igen, tényleg. Szóval azért kapott, viszont a vezérműtengelyek teljesen jók, ugye két vezérműtengelyünk van. Láncfeszítő, ez minden tökéletes volt. Igen, igen. Nem csörgött, nem zörgött. Ezt le lesz cserélve, már azért látszik a lánckeréken is az alsón. Le van fogazva már? Ki van hegyezve? Nem, de hát az igen. Ki van hegyezve? Lefogazva nincs, de elég hegyes, tehát ezzel már nem kínlódunk. Kap egy újat, komplett vezérlés. Ezen is látszik ugye, hogy itt azért, szintén már azért. Na ez az alkatrész, ami az újaknál, ugye elkopik vagy eltörik. Igen. És ugye na most ebben valószínűleg van már egy 3-400 ezer, és még mindig a gyári. Az újakban nem igen, szóval ez még BMW cikk számos cucc. Ez még bírja, vagy bírta, azért lecseréljük, és hát elvisszük felújítani a henger fejet itt a közeli mesterekhez. Igen. Akikbe maximálisan megbízunk. Kapnak új szelepvezetőket. Besíkolják. Hát rendben lesz rakva, tehát most igazából ezt rájuk kell bízni. Így majd ők megcsinálják úgy, hogy jó legyen. Így van, elmegyünk oda és már megnézitek, hogy hogy megy egy ilyen, mert ugye a hengerfejezés, az a laikusnak egy ilyen, egy ilyen okult dolog, hogy azt a kúl, mikor már hengerfejezni kell, akkor már nagyon drága. Tény, hogy nem olcsó, viszont utána, ha jól megcsinálták, akkor jó lesz. Felújítjuk a vanoszt, hogy most már azért legyen az, power fönt az is. Az rendben lesz. Hát fönt volt, lent nem volt. Lent is, igen. Nem teszünk bele erősebb motort, ezt többen is kérdeztétek, mert egyszerűen nem érdemes, mert több erőt nem tudunk levinni az aszfaltra, vagy arra a lazatalajra, teljesen fölösleges. Ez a motor tökéletesen bevált, ereje volt elég, tempónk volt elég, és csak több lesz. Így is előzgettünk fölfelé. Persze, ezzel a rövid diffivel. Tehát nincs ez. A lamellák itt vannak? Nem. A bolgár lamellák? Vagy szerb? Szerb, de ezt ne reklámozzuk még. Először végig akarok menni még egy ugyanilyen versenyt. Jó, hát de szarok. A sajátokkal, hát tükrös rekopott. Ennyi. Tény, de most én nem akarok. Jó, most menjünk rendes CTF lamellával? Most ez Drexler, és akkor megnézem, hogy ez mit mutat így egy verseny után, és utána majd, hogyha tényleg a kezemben van az összehasonlítás, akkor látom, hogy mi a különbség. Úgyhogy motort felújítjuk, van azt rendbe rakjuk, nagy baj nincsen, majd megjönnek az alkatrészek is remélhetőleg, több lépcsőben, és akkor itt viszont azért történtek gondok,
az jól látszik a karosszérián, hogy jellemzően ott fáradt el, ahol nem erősítettük meg. Igen. Például a tornyok, hoppá, most kicsit ilyen billegős, a súlyelosztás. Nézd, Peti, itt van elrepedve. Itt másik oldalon. Így van, itt másik oldalon, ugyanott. Itt van, mert ugye itt van alatta nekünk egy komolyabb pogácsa, ami ugye kiemeli az egész karosszériát, és az azért dolgozott. Igen. Dolgozott, meg a gátló, tényleg a gátlók? A melyik? Ami benne volt elől. A hátul mögötte. Jó, majd megnézzük. Kormányművünk nem eresztett? Nem, a csövek eresztettek, arra majd még kitalálok valami. Valószínűleg lesznek egy másik tartály, egy figyelj, hogy néz ki a izé? Hogy úszta meg a háspáncél a dömeféle kártérő? Teljesen jó. Tényleg? Hiba. Pedig az asztal, amit kapott. Az hiba nélkül, lejött minden. Tehát nem is látszik rajta úgy igazán semmi. Tehát az... Döme Carter jó minőség. Az teljesen jó. Azt ajánlhatjuk mindenkinek. Lengőkarok jók. Amúgy jól látszik, hogy ugye a fék a gyengék fegyvere, vagy buzi, aki elveszi, hogy ezek a féktárcsák, ezek még két versen simán elmennek, és a betétek is. Hát nézzük, mekkora hús van még rajtuk. Ezeket szerencsére nem kell újakat venni. Nem nagyon használtuk a féket. Mondjuk jót is vettünk. Mondjuk jót vettünk, de hát tudod, jót igen. Egyszer kell megvenni. Igen. Ezeket itt megműanyagozzuk, nem fogjuk lefurkálni, lecserélni. Az kicsit ki lesz egyengetve. Tehát ez itt kicsit ki lesz egyengetve. A gépetető az cserélve lesz, de ez szerintem ezt kicsit kihúzzuk. És teljesen jó. Úgy is kap megint, tehát most... Igen. Na hát itt látod, hogy nézd. Minden itt ugye ez a igen, sárga. Igen, az még úgy kimosás után még is, itt mert is. Oda nézd, nem fújkáltam bele. Ugye ez itt a szilikon átvezető a tűzfalon. Látom, hogy fogkefével is dolgoztál. Igen, az kellett. Figyelj, sárfogógumik tökéletesek. Igen. Itt valaki benne hagyta a kerekét. Figyelj, de ez így a szép. Igen. Az oldal az karcos-harcos, de amúgy strukturálisan meg intakta volt. És akkor elérkeztünk hátra, ahol büszkén meredezik vörös zászlónk. És hát az első komolyabb probléma, mutassuk meg a Petinek. A másik oldala lesz. Ugye ez a hátsó, hát hítok. Igen. Na most ezt nézd meg, öcsém. Ugye amikor ez így szétnyílik, mert itt kapja. Szóval ez kuka. Ez kuka. Ugyanitt keresünk. Itt a szilentünk. Hát a hűlt helye. Ezt nem kellett kivenni. Ezt nem kellett kivenni, mert eltűnt. Hát igen, ez is már, ennek is a másik fele már ugye az egy kiporlat. Itt bele tudsz nézni. Egyszerűen a homok megeszi. Látod? Szóval akinek van ilyen kompakt hittokja, ami jó állapotú, azt... Meg hát itt érdemes az lyukakat is megnézni, tehát ott azért... Nézd, kicsit tojás lett már. Ez már rég nem kerek, mert hogy így dolgozott folyamatosan, és öregem végigbírta. Nézd, így fordítom a jobban lást. Na, majd nem utasz nekem egy mostani BMW-t, ami ezt így kibírja, akkor majd... Igen, egy kompakt hitokat a szívesen elfogadnánk, hogyha esetleg valakinek van fölöslegesen elfekvőben. Nem ingyen kérjük, de ha van, akkor jöhet, mert ezt már nem tudjuk használni. Amúgy nyilván megerősítettük ezeket. Igen, át lett minden varva kétszer, meg hát lehet látni, itt le van varrás, is megvan lapolva. Igen. Itt len is megvan lapolva, az alját is meglapoltuk. Itt. Tehát így azért... És nem ott lett a baj, hanem mellette. Hát, mondjuk itt is át volt heggesztve, mert jelenleg egy oldalon van csak heggesztve, és elvartuk a másik felét is, hogy nehogy leszakadjon, de nem ott szakadt el. Mit látunk még, Peti? A csövünk, az kibírta. Azon nincsen semmi. Hátsó, belül semmi nem látszik. Csapágy. Az, annak nincs baja. Nem is csapágy az igazából, hanem toronszilent. Annak nincsen baja. Itt jó, itt ez tart. Az tart minden. Nem, sehol nem láttam repedést így, ilyen helyen. Elő van, hátul semmi. Tehát hátul igazából maga a híd, a lengőkaroknak a szilentje. Azon kívül nem találtam más problémát. Jó, de jó kis kocsi lett ez. És nézd, itt van a gyári légszűrő. Ezt fogjuk most már beaplikálni. Sokkal egyszerűbb lesz vele dolgozni. Ahelyett. Ugye ide tesszük a gyárit, és akkor csak kipattintod, beteszed az új szűrőt. Jó a direkt szűrő, de igazából szerintem nem fog meg annyit. A többi az úgy jó, ahogy van. Ami nagyon meglepődtem például, ezek az egyedileg rövidített stab összekötőim, az hibátlanul kibírta, pedig el lett vágva, be lett rövidítve. Igen, szóval ettől egy kicsit fostunk, igen. Hogy itt a stab összekötők, ezek ugye méretre lettek gyártva. Nem igazán passzolt, igen. És kibírták.
Csinálunk megint, vagy megtartjuk ezeket? Ez benn marad, de lesz... Hát nyilván itt a szilenteket, a stáb szilenteket, ezeket cseréljük, nem? Ott konkrétan ugye a tartóbakokat is cserélni kell, mert elporlattak. Tehát ott az ilyen kompakt betegség, ugye meg E36-nál is gyakran előfordul, tehát azt cserélni kell. Ezek váltó szépen kibírták. Váltóból mi jött ki? Leengedted az olajat belőle? Még nem. Nem? Nem, annyi, hogy kivétem megmostam, de hát ugye ez előtte lett rendben akkor, amikor bekerült. Itt vannak a első vastag bírstenjeink. Azért látszik, hogy dolgozott. Igen, de nem látszik rá. Tehát itt azért a száron erősen látszik ám. Itt is. Igen. Itt is, hogy azért a homok ott van. De viszont ez a kemény felület, ez a fényes felület, ez nem lett kráteres. Nem. Ez jó. Úgyhogy ezt még simán felújítják a kárásziék. És elvisszük oda a két hátsót is, ami szintén itt van nálad. Igen. Ezt most én elviszem magammal. Elmegyünk oda, és megnézzük, hogy hozzáállik egy ilyen váltó felújítás. Megcsináljuk faszára. Vengéscsillapító. Váltót mondtál. Vagy gátló, bocsánat. Bocsánat. Szóval a két hátsó, az rövid vagy hosszú? Valamivel rövidebb. De hát tudunk vele játszani. Azt is ki tudjuk pogácsázni, hogy úgy van, de szerintem jó lesz így. De ez bevált, és most, ha hátul is ilyenünk lesz, akkor... Reméljük, akkor nem akkor lesz elegant. Nem melegedett el, szóval ez tartott végig. Igen. Ez egy kisebb fajta csoda. Mi van még ott, Peti? Hát itt vannak a jó Zhengzheng gumik. Itt vannak a Zhengzheng gumijaink. Most lett gumiszponzorunk, hála jó Istennek, úgyhogy 8 darab, igaz? De nem ez a fajta lesz. Nem ez a fajta, nem ez a remek Zhengzheng, amúgy tényleg le a kalappal. Jól bírták. Le a kalappal, mert ami kínai vidéken. Tehát azért cseréltük le, mert igazából nem tudtuk, hogy még egy etap benne lenne, vagy nem, de szerintem ment volna még, igen. Benne lett volna, pedig azért megrágta ezt a moly. Ezt rendesen, rendesen. Igen. Mi van még ott? Lentkerék van. Hát itt a többi kacat, ezeket ugye visszük elmosni majd. Féltengelyek teljesen jól kibírták, ott a haspáncéllen, kábelköteg, igazából minden az elejéből. Csak így félreraktam mindent, hogy ne legyenek útban. Az egyedi szívósor, ventilátorok, ugye merci venti. Azt majd egy kicsit átgondolom, ott majd más lesz. Miért nem jó? Nem lett jó az a... viszkót ki akarom venni, mert az csak fogja a motor, tehát ha az úgyse hűtött annyit, amennyi kell nekünk, szerintem be fogom rakni a dupla szívóventimet, ami ugye már a drift autóban működött. De azt a Mercedes-t, azt fent hagyjuk? És ezt meg valószínűleg elébe rakom, úgy, ahogy volt. De majd valószínűleg úgy, ahogy ebbe van. De ez bírta végig, ez a Mercedes ventilátor, pedig ez direkt bekatta. De ez nagyon elő van. Tehát itt nem, tehát ha berakjuk úgy, mint ahogy ebbe van az E39-nek a klímaventije, akkor ennyi helyünk lesz kb. És kényelmesen be tudunk a vese mögé rakni a lámpát, vagy akármit. Mert így meg nagyon... Nagyon necces volt a hely. Jó, de legyen hűtésünk sok. De ez persze. Az tudod, hogy ez kritikus. Persze. Nem, a viszkót akarom kihagyni a dologból, mert azt szerintem nálunk nem dolgozott. Tehát most az, hogy itt nálunk próbaúton nem melegedett, az egy dolog, de hát te rögtön mondtad az első etapon már, hogy már megy föl rendesen a víz. Igen. És akkor utána kupunk. Már... Kupunk. Mintha új lenne. Nem nyúlunk hozzá. Semmi, teljesen jó. Pedig ez egy pár ezeret váltottunk. De hibátlan, tehát... Mi volt az? Luke volt, vagy Sachs? Nem, ez fel lett újítva. Ja, tényleg, ez felújított. Ezt a Martinékkal csináltattuk kiskörösen, és hibátlan. Tehát, jó. Ott a szívósor, azt mondjuk esetleg ki lehet onnan bányászni, hogyha hozzáférsz. Na, szóval... Hát... Itt, ide érdemes itt belenézni. Érdekes. Hát vagy ott? Itt érdekes belenézni. Hogy nézd, Peti? Ezt úgy hívják, hogy sár. Olyan helyen, ahol nem szabadna, hogy legyen. Igen. És ez ment direktbe befelé a motorba. Hát ennyit fog a direkt szűrő, de hát extrém volt a környezet is. Ugye ez a kicsi hát átörő szívósor. Két henger ezt kapta rendesen. Igen. A többi az úgy tisztas. Több, ugye ez van direktbe a pillangó mögött, és ezek kapták direktbe. Jó, hát ezt szűrővel ezt meg tudjuk fogni valószínűleg. Igen. És most, ha nem kell hátsó gátlót cserélnünk, amivel nem veszítünk 10-12 percet, igen, akkor azért annyival bejjebb vagyunk. Ugye a tervünk az, hogy az első futamon mindenképpen indulunk. Van egy pár csapat sajnos, akik nem jönnek, de mi ott leszünk, és hát én nagyon szeretnék a német 12 órásra. Hello! Hoppá! Na, egyszer van karácsony. Megjöttek az alkatrészeink, nézzük, mit hoztak nekünk az Unixék. Szevasz! Szevasz, meghoztad a motyót? Szia, Vály István! Parancsolj!
Hello. Hello. Petikém, olvasni való. Helyes. Tegyük el. Szerszámokat is lehet vállalni. Mit hoztál? Azt mutasd, gyere! Mert igazából innentől kezdődik valami. Vigyük be, aztán ott kipakoljuk, majd átnézzük, jó? Ezt vihetem? Persze. Nagyon jó. Ez még nem minden, fog még jönni, valószínűleg. Lesz még valami? Nem. Nem kell behúzni, nem rak bele senki semmit. Várjál, én meg hozom a pénzt, várjál. Nem úgy van az csak. Ugye most az elsődleges feladatunk az, hogy a motor legyen rendben, mert ahhoz kell nekünk külső segítség, igaz, Peti? Igen. A hengerfej. Hengerfej után tömítés garnitúra. Újra tömítjük az egészet, összefűzzük. Földengecsapágyak? Azt még megnézem, hogyha nem muszáj, nem akkor nem cseréljük. Folyt? Nem csapágyak? Vagy ez nem, mármint a tömítéseket cserélek. Bocs. Tehát ami szimmering, tömítés, ilyesmi, azt minden cserélünk. Jó. Azzal nem variálunk. Jó, és akkor... Ha, most lehet hozzáférni, nem akkor, amikor... Ja, így, mikor kint van. Igen. És akkor mi van? Az ülést azt én hozom. De azt most nem hoztad. Nem, mert hülye voltam, elfelejtettem. Ott is maradt a gabesznál, de amúgy megvan. Jó van. És akkor mi van? A gátlókat elviszem a kárászjékhoz. Lengőkarok, szilentek, az a hítok. Kompakt hítokra levők vagyunk. Igen. Diffit azt összerakod. Az már kész. Ennyi van. Az már kész, a diffi az már kész. Így mennek a dolgok, érted? Na! Ja, kérdezted a szilenteket. Igen. Itt vannak. Tehát ez a teljesen jó kibírták. Ez is egyedi gyártás. Hát ez nem, ez Powerflex. Az, de a cucc. Ezt. Ez így jött. Ezzel együtt? Igen. De valami távtartót gyártottunk. Ide nem. Ide semmit. Hátra nem? Nem, ez így Powerflex. Annyi, hogy ezeket gyártottam hozzá. Ja, igen, azokat. Ezeket gyártottam hozzá. Figyelj, ez ezeket hibátlan. Most már lekadmiumoztatom, aztán utána megy vissza. Lekadmiumoztatom. Arra már nem volt legutóbb idő. Mert a részletek, az ördög a részletekbe rejlik. Nézzük, mink van itt. Szerintem ezek a lengőkarszilentek. Lengőkarszilent. Itt is. Spanrolle. Ez egy feszültélgörgő, nem? Igen. Hozboddá színek a görgője, igaz? Igen. Teljesen jó lesz egy verseny. Kibír. Olajszűrő. Másik görgő. Hoppáré. Farmer Cars style. Ez lehet, hogy a stab összekötő lesz, amit majd meg kell csinálni rövidebbre. Így van. De hát ebben már van gyakorlatunk. Igen. Jó, ezt hagyjad. Köszönöm szépen. Petikém. Akkor ezt a jó este rágyom meg. Okay. És akkor ezt le kell rövidíteni, mert meg kell ezt le kell rövidíteni, igaz? Igen. Jó. Uram, köszönöm szépen, gyere majd akkor köszönöm még szépen. Várunk. Így van, köszönöm szépen. Nézd csak, itt van egy Colben Schmidt. Szia! Aha, nézd csak, mink van, Peti. Csapány készlet? Bizony, az oda jön. Mi van még? Az oda jön. Ó, nagyon jó, oda néz a kép. Bak, ezt nem is mutattuk, ezek el vannak rohadva sajnos. Ez ugye teljesen? 36 betegség. Hát nem teljesen, de valószínűleg egy verseny nincs már benne. Ezek a hátsó kutyacsontok. Lenföder stabilizátor, igen. Ez a rövid. Igen, itt vannak a gyűrűk. Milyen fast rendeltünk? Clutch part. Új kinyomó csapágyat, mert ez legutóbb nem lett kicserélve. Most igen. Most már ki lesz. Dugattyú gyűrűk, hozbordászi. Meg egy hengerfejtömítés készlet. Az alja az még hiányzik, azt még várjuk. Olaj is van. Ezen még majd gondolkozunk, hogy van-e 1060-as. És akkor ez meg itt egy tömítés készlet. Megvannak a, mutassuk már az embereknek szelepszár szimeringet. Igen. Hogy ez így néz ki igazából, nem kell valami csodára gondolni. Így néz ki a szelepszár szimering, amiből ebbe a motorba ugye 4x6, ez azt jelenti, hogy na 24 darab van. Igen. A V8-asban egy kicsit több, az ott fájdalmasabb a cseréljük, de ezt a hengerfejes megoldja. Így. Na, szóval neki zuhantunk a feladatnak. Van mit csinálni, de nézzétek meg jó ezt az autót, mert ha minden jól megy, gondolkoztunk azon, hogy kiállítjuk az AMTS-en, de inkább csináljuk meg jól, mint hogy kapkodjunk, meglátjuk, hogy milyen fázisba jut el, igen. Mire odaérünk a tuning show-ra. Igyekszünk, hogy ott legyen, nem biztos, hogy egyben. Nem biztos, hogy egyben, de elsődleges szempont az, hogy
hogy legyen jó. Igen. Legyen stabil, tudjuk, hogy hol kell megerősíteni. Tornyot, hídtokot. Igen. Nagyjából ennyi, nem? Hát majd még az elején egy kicsit igen. Teszünk valami tőkesújt. Hát meg a futómű lesz. Ja igen, hátsó gátlók. Ja tényleg, itt vannak a hátsó gátlók. Hát na, hát azért mutassuk már meg, hogy nincsen szárral guriga. Azért ez egyenesen Németországból jött. Ez egy fordított Bilstein. Németországban 16. Ráadásul 16-os. Igen. Állítható keménységű is. Nem mintha szükség lenne rá, de hát majd kicsit puhábbra vesszük. Igen. Hát majd úgyis kell, majd úgyis a futóműves mondja, hogy mi legyen vele. Igen, mikor fogod a tizenvalahány éves gátlót a kezedbe, és a röcög még az állítója, no ebbe különbözik a Bilstein, a koreai meg a kínai szártól. És ezt most teljesen komolyan mondom. Hát, hogy ezt meg is simán tekergetett. Pedig nem úgy néz ki, mint amit lehet, de lehet. Szóval ezek jönnek szintén felújításra, itt vannak az új porvédők hozzájuk, és ezeket visszük magunkkal, és találkozunk a következő műhely adásban, amikor is elmegyünk a hengerfelsmesterhez, átviszik a hengerfelt. Na, most megiszunk egy-két fröccsöt, ti meg eddig kapaszkodjatok. Sziasztok! A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Üzletberendezések, bemutató állványok nagy választékban, akár azonnal budapesti raktárunkból. Egyedi gyártású bútorainkra kérjen ajánlatot most! www.fisafair.hu. A prémium minőségű AZ Meister Tyle kemőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyle kemőanyagok az Unix Autótól. Nyerj egy Porsét! Az AMTS idei fődíja egy egyedi roadster, mely akár egyetlen belépőért a tiéd lehet. Itt a helyed! Március 20-22 Budapest Hungexpo. AMTS.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!